November 14-én vasárnap a Szent István király templomban a reggeli 7:30 és a délután 5 órás szentmisék keretében tartják a 2021-es paprika szentelést. Akinek van paprika őrleménye, vihet belőle és elhelyezheti az oltár előtt, amit áldás után kiki elviheti az otthonába. Minden évben megtartjuk a Szent István király templomban, így ősszel a terményháladó szentmisét, amikor megköszönjük a jó Istennek, hogy az emberi munka gyümölcsét, mindazt, amit betakarítottunk, azt az ő bőkezűségéből élvezhetjük, és hát a terményháladásban a paprika mindig kiemelt helyen van, ugye kalocsának és hát a szállásoknak ez a piros aranya. Erre a szentmisére mindig meghívjuk a kalocsai Szent István paprika lovagrend tagjait is. Ez az idei évben is így történik, és a tavalyi évben is már próbáltuk egy kicsit színesíteni ezt a programot azzal, hogy paprikás ételek főzőversenyét rendeztük meg a templomba járó híveink körében. Mint megtudtuk, a hívek szívesen vesznek részt ezeken a különleges alkalmakon is. Hála Istennek, hogy a híveink itt a Szent István király templomban jó szívvel beleállnak ezekbe a rendezvényekbe, részt vesznek rajta. Szent István király templomban sok más szentelőre is sor kerül, mondhatom itt a mézet, vagy hamarosan aktuális lesz a pálinka szentelő, majd december 5-én. Én úgy látom, hogy a hívek is örülnek neki, szép számmal részt vesznek rajta, és ha hiányozna, akkor az úgy mindenkiben egy űr lenne, és mi pandémia ide vagy oda ragaszkodunk ezekhez a rendezvényeinkhez is, és jó hírét szeretnénk vinni ennek a kivételesen jó fűszernövénynek, ki a maga módján. A hagyományápolás mellett a fűszerpaprika népszerűsítése a cél. Én, mint lelki pásztor, a Jóisten áldását fogom rá kérni. Aki pedig ezzel foglalkozik, az pedig arra buzdítom, hogy bár sok munka van mögötte, de mégis annyira fontos fűszernövény ez, hogy a magyar asztal szinte minden ételében valamilyen mértékben ott van, tehát nem szabad veszni hagyni.